A marihuána fogyasztás legalizálását szorgalmaz a Magyar Liberális Párt. A módosító javaslatot már be is nyújtották az országgyűlésnek. Sermer Ádám a párt ifjúsági tagozatának elnöke itt az m azt mondta a kanabisz, már nem kapu drog vagyis nem lehet rá a kemény drogok világába való belépőként tekinteni. Most ebből a beszélgetésből jön egy részlet, utána pedig István folytatja a témát Zahergáborral. Gáborral. Nagyon fontos leválasztani a kanabiszt a kábítószerek listájáról. Ugyanis a kanabisz, az pedig bebizonyosodott szintén nagyon sok államban országban most már régóta legalizálták, vagy régóta használják legálisan ezt a szert és ennek származékait, és így ott készülhettek már erről komoly kutatások. Tehát bebizonyították, hogy egyébként nem létezik például a sokszor emlegetett kapudrog elmélet. Nincs tovább lépés ebből a kábítószerből a keményebb drog, drogok világába. Tehát a... ez, ez, ez az állítás, Igen. gondolja, hogy így igaz? Ez természetesen, ez abszolút Tehát igaz. Azt mondja, ez hogy, nem, azt mondja hogy, hogy, hogy aki mondjuk heroinista, az nem kanabisszal kezdte? Ez nem kizárható, az a kérdés, tehát van még, egyszer, még egyszer mondom, hogy mi a kérdés. A kanabisz fogyasztók között magasabb-e a százalékos aránya a kemény drogok használóinak, mint a nem kanabisz fogyasztók között. És ez bebizonyítható, hogy nem magasabb, nincs eltérés a kettő között, nincs szignifikáns eltérés, tehát akik bevallottan kanabisz fogyasztók, azok semmivel sem nagyobb százalékban nyúlnak keményebb drogokhoz, mint azok, akik egyébként nem nyúlnak kanabiszhoz. Zahár Gábor, toxikológus főorvosa vendégünk, rázta a fejét, nagyon rázta a fejét. Abszolút, az utolsó mondatok. Abszolút ez a, ez a kemény drog, szóval, ha lenne, hajam kiullana. Szóval mitől kemény az a drog? Azért ma, egy ütögettem vele az asztalt, akkor kopog, a marihuána meg puha. Szóval ezt nem értem, szóval aki azt gondolom, hogy ilyenfajta retorikát használ, az egy valami el magáról, hogy ezért nem nagyon érte ez a témához. Igen, van a THC, ugye a marihuana pszichoaktív hatóanyaga, így úgy amúgy hat, vannak a különböző egyéb szerek, amelyek így úgy amúgy hatnak. Hogyan tudom én ezeket összehasonlítani, ez kemény, ez puha, persze, heroinban többen haltak meg, mint Marihuánában. Hány marihuana pszichózis van, hány függő van, hány marihuana okozta skizofréniával lehet találkozni. Szóval én azt gondolom, hogy nem szabad ezt a történetet azért Világos, én szakmai oldalról tekintve ezt a dolgot, abszolút legalizálás ellenes vagyok. Nem gondolom, hogy a legalizálás bármit is megoldana. Persze itt lehet felhozni példákat, Amerika, hány állam, és így tovább, és így tovább. Én azt gondolom, hogy most jelenleg... Magyarországnak akár 17-ben, akár 18-ban az a legfontosabb problémája, hogy akkor most legalizáljuk-e a marihuanát, vagy nem. Szerintem ez egy baromi népszerű kijelentés. Egy olyan népszerű kijelentés, amivel a fiatalok így fölkapják a fejüket, hú, hú, van itt egy mozgalom párt, vagy akárki, aki szeretne ezt legalizálni, hú, ez nekünk tetszik ez a dolog. Világos, hát ők a felhasználó oldal. Azt gondolom, hogy István, hogy te sem, meg én sem, már azért nem abban a korba tartozunk, akik ottan vidáman füstölgünk, és akkor azt a érzése, hogy elszállunk itt tulajdonképpen a világba. Szóval én azt gondolom, hogy ennek sokkal-sokkal nagyobb az olyan jellegű politikai hatásvadás szerepe ennek a kijelentésnek, mint ami valójában bármilyen nem hasznos. De van embe. egyáltalán politikai szata ennek a dolognak? Hát ugye a múlt hónapban volt egy legalizálási tüntetés, voltak rajta 30-40-en. Persze, hát nem érdekli az emberek. Abszolút, én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy pár száz vagy pár ezer ember érint, aki mondjuk olyan jellegű szavazóbázisa lehet mondjuk egy ilyen pártnak, ami alapján az ő szavazóbázisuk mondjuk az 1%-ra, 1,1%-ra jelentősen föl fogja magát tornázni. De van, ez kétségtelen, hiszen azért erről a témáról a fiatalok beszélnek, és világos, hogy most ha arról beszélünk, hogy most valaki egy spangliért ne kerüljön börtönbe, azt gondolom, hogy ez nem, 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 nem képezhetné tulajdonképpen vitatárgyát. De, hát okay, az... de hát ez nem is a liberalizálás problémája. Ez, hogy ne, ez, ez a probléma. dekriminalizálása ennek az egész történetnek, hogy igen, ma Magyarországon nem ül senki azért börtönben, mert elszívott egy marihuáné cigarettát. Ott valami egyéb más halmozati cselekmény is közre játszik ugye, ebbe az egész, egész történetbe. Szóval igen, egy demokratikus társadalomban az, hogy időnként előjönnek ilyen ötletek, ebbe semmi gáz nincsen át. Emlékezz a kendermagos tüntetésekre, a Vörös a

egyik oldalon, másik oldalon fűtjültek, sípoltak, kiabáltak, stb. Olyan jól szórakoztam ott. Megmondom, mindkét oldalon pont elegendő betegemmel találkoztam. Ugye mind a pro, mind a kontra oldalon is voltak. Na ez azért ez olyan, az olyan, izgalmas. Persze, abszolút mértékig, de összességében azt az kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem gondolnám, hogy ma Magyarországon ugye ez olyan téma lenne. Talán a mérnél fontosabb és marihuánával van kapcsolatban, marihuána orvosi felhasználásod. De egy teljesen más történet, Igen. azt gondolom. Arra szerintem sokkal-sokkal nyitottabb lenne mondjuk akár a politika is erre a dologra, hiszen itt alapvető szakmai indokokkal kell azt alátámasztani, hogy igen, a THC-nak ilyen, olyan, amolyan és emilyen olyan jelű hatása van, amiben persze benne van a visszaélés, hát miért egy gyógyszerben nincs benne a visszaélés, hogy nem egyet veszek be belőlem 3 -5, 5 17 et vagy 150 darabot? Ugyanúgy ebbe is, de igen, az is már viszont sok-sok száz ezer év óta is, mert hogy van a marihuánának gyógyászati Na, És kontrollálható azért a felhasználás Persze, Nagy részt Természetesen, és ugye ezt kellőképpen körbe lehet bástyázni mondjuk törvényi keretekkel, szakmai indokokkal, felírási lehetőségekkel. Hát most gondolj bele, hát morfin nélkül nem tudnánk gyógyítani. Ugye ketamint rendszeresen használják a sürgősségi ellátásban, és ezek a szerek mind, mind ott vannak ugye a, a visszaéléses oldalon, abban az előttem szólónak ugye itt a fiatal emberek igaza volt, hogy a kapudrog elmélet az, 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 az megdőlt. de én megmondom őszintén, én elég sok olyan fickót ismertem az életemben, aki nagyon-nagyon belehúzott a szerhasználatba, dizájnerszer, szerhasználó stb. stb. Nem nagyon volt olyan, aki rögtön először tűtemelt volna magára. Valahol mindenki ezzel a fránya zölddel kezdte, de igen, az, hogy ez tovább vezet. Ez az, aki lopasz, csalaki csal, aki csal, az, és itt tovább, mint gyerekkorunkban mondták, ezt a végén börtönbe végzi. Szóval ez, ez, abszolút nem igaz. Ha a kapudrog elmélet az megdőlt, de valahol mindenki azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan ezzel a marihuánával kezdik a nem, saját. Tehát hát elindul a függőség, a... akkor nyilvánvalóan szintet lép egy idő után. Nem óta. kell belelépni a függőségbe, én azt gondolom, havi egy-két alkalom, de ez nem jelent majd egy továbbutat, hogy akkor majd két hét múlva, három hét múlva, egy hónap múlva szúrja magát, és így tovább, és így tovább. Szóval itt azért azt gondolom ebben a retorikában, amit hallottunk itt ebben a bejátszásban, azért némi szakmai hibák voltak, nem beszélve arról, hogy éppen néhány hete jelent meg egy nem vastagtan egy ezer oldalas összefoglaló, amelyik ugye a marihuánának a központi idegrendszer és egyéb hatásáról szól, amely szakmai anyag kifejezetten medicinális, ez egy angol nyelvű könyv, ami azért nem arról szól, hogy hajrá, akkor legalizáljuk, nyissuk ki a kapukat, hanem igen, ennek a szernek megvannak tulajdonképpen a veszélyi, és megmondom őszintén, ezzel mi találkozunk, és hogyha van egy olyan szer, és akkor persze rögtön elő lehet hozni az alkohol témáját, mert ez a másik ilyenkor igen, a kedvenc, a amit a ilyenkor rádobnak ha erre, az hogyha lehet, akkor ezt így, nem van, lehet. így van, hogy szerintem a kaput nem kéne tovább nyitni. Nem kéne tovább nyitni abból a szempontból, hogy még újabb olyan szert ö, ö, engedünk be ebbe a történetbe, ami azért az ember egészsége számára veszélyes lehet. Hangsúlyozom, nem az, azért nem arról van szó, ha most itt mondjuk elszívnánk egy spanglit, akkor mindannyian itt teljesen szétütnénk magunkat, lehet, hogy egész vidáman telne itt az elkövetkező két-három óra, de lehet az is, hogy valakinek lenne ettől pánikrólma, vagy netán mondjuk itt hányna félrehajolva, ha bár a marihuánának van hányas csillapító de láttunk már számtalan ilyen történetet is. Ez döbbenetes egyébként, hogy ö, ö, tehát úgy tűnik, hogy igazán ö, tömegesen, nem, ha valaki használja is, nem feltétlenül akarja ezt az egészet ki, kivinni az utcára, és nem, nem akar, ö, mit tudom én, sétálgatva cigizni, és mégis mindig újra és, elő, újra, és újra előjön, és amikor megpróbálják ezt megmagyarázni, hogy de hát azért itt vannak problémák, azonnal jön a válasz, de hát az alkohol. De hát az alkohol, igen. Én azt gondolom, az alkoholt ma találnák fel, akkor ennek kéne a a világ legszigorúbban őrző titkának lenne, hát gondolj bele, hogy hány olyan családot vercét, akár szó szerint értelmezve, úgy az alkohol, és azért csak Magyarországon van 800 ezer alkoholista, és mondjuk a kábítószer függők száma nagyjából 20 ezer, aminek az 50 százaléka, aki mélye barátságot épített fel ugye a THC-ol, és bő szintén ez nagyon gyakran tényleg megmarad egy bizonyos zárt rendszerek között, és lehet itt beszélni törvénykezésről, szigorításról, kapunyításról, nem gondolom azt, hogy bármiféle ilyen intézkedés után lehetne egy ilyen szép nagy táblát hogy ez a tiszta udvar, rendes ház, drogmentes övezet, ezt jó levernénk a határokon körbe, és akkor mindenki baromi boldog lenne. Ilyen sosem lesz. Meg De kell hát, tanulnunk együtt élni ezzel a problémával. Ne legyen liberalizálás. Én azt gondolom, én szakmailag azt tudom mondani, hogy ne. Köszönöm. Köszönöm szépen.